Figyelem! Itt a rendőrség! Törvény nevében felszólítom! 13-as számú lakásban tartózkodó! Felemelt kézzel! Lassan! Jöjjön ki! Ezek az elfogás pillanatai, amikor a Baranya megyei rendőrfőkapitányság munkatársai azt a férfit kapták el, aki egy pécsi börtönőrre támadt. A nyáron történt esetről mobilos felvétel is készült, sőt a vádlott közösségi média oldalán is beismertetettét egy videóban. Ebéd is jött, most szintoztam. Nem érdekel a feljelent. Nem érdekes semmi. A feljelentés megtörtént, a pécsi járásbíróságon pedig július végén döntöttek is a férfi letartóztatásáról. Később a komlói járási ügyészség gyorsított eljárásban állította bíróság elé a visszaeső vádlottat. Többször szabadságvesztésre is ítélték már, ennek végrehajtása során ismerte meg a későbbi sértettet, aki a büntetés végrehajtási intézetben körletfelügyelőként dolgozott, és mint ilyen hivatalos személynek minősül. A vádlott idén júliusban egy komlói üzletben vette észre a későbbi sértettet. Őt ennek az üzletnek a parkolójában fenyegetni kezdte, megtámadta, többször megütötte ököllel és meg is rúgta őt, ezzel 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozott a férfinak. A komlói járásbíróság a gyanúsított bűnösségét a vádirattal egyezően hivatalos személy elleni erőszak büntetében és könnyű testi sértés vétségében is megállapította, ezért őt 3 év börtönre, valamint 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyészség súlyosítás érdekében fellebbezést jelentett be.